Vártam rád az öltöző előtt, kihallatszott a mérkőzés utáni összegzésed. Ott elcsíptem egy olyan fél mondatot, hogy talán egy férfi hiányzott a csapatodból. Ha nem egy, egy olyan 11 egyébként. Nem, én azt mondtam, hogy férfias mérkőzés volt, ahol, a, ahol a egy felnőtt férfi profi futballcsapat a kicsit ilyen ifire hajazó csapatot szépen magabiztosan maga alá gyűrte. És ez, azt hiszem, ezzel nem túlzok, pont annyival volt jobb a Nagykanizsa, amennyi kellett. Tényleg erősek voltak, masszívak voltak, stabilak voltak, és pont meg voltak azok a momentumaik, amivel meg tudták nyerni a meccset. A fiatalság számlájára írható talán az érdekes cseréd is, ugye belenyúltam el az első játékrészben, valamint lejött a cseréje is a második félidőben. Nem, igazából most ugye az a fiatalunk, aki fixen szokott játszani, ő sérült, ugye a többieknek is akartam játék lehetőséget adni, nem tudtam még igazából, hogy téthelyzetben kire, hogyan, miként számíthatok, ugye ez volt az egyik oka, nem azért, mert most, hogy rossz lett volna valamelyik is, vagy nem, az első félidőben sem azért cseréltem, hanem sérülés miatt. Nyilván hát nekünk ez egy teljesen új időszak. Itt ugye most nincsenek kölcsönjátékosok, most nincsenek olyan úgymond rutinos emberek, tehát ez egy nagyon fiatal brigád. Pont a múltkor azt hiszem, hogy összeadtam a kupa meccsen 21,2 év volt az átlag életkor, ami a jövőre nézve nyilván nagyon jó. Jelen pillanatban meg kell barátkozzunk azzal, hogy egy nálunk erősebb játékerőt képviselő csapat meg tudja azt csinálni, hogy eldönti a mérkőzést határozott momentumokkal. A mi momentumaink azok ilyen esetlegesek voltak, és ennyi volt a különbség. Igazából jó, hajtos, nagyon kemény, darálós meccs volt, de nyilván tudjuk mi is, hogy nekünk hol a helyünk ebbe a szezonba. Építkezünk, van 17 új emberünk, ezt azért 3-5-6 hét alatt azért nagyon nehéz összerakni. Hol a helyük? Ja, hol a helyünk most? Meg nem mondom, de valahol nyilván a középmezőny közepe eleje lesz szerintem a végén. Nyilván vannak olyan sérültjeink, akik ha visszajönnek, azért minőségi javulást tudnak eredményezni, de nem is gondolkodok ebbe különösebben itt ezt a csapatot, ezt építeni kell, mert másképpen nem megy. Köszönjük szépen, sok sikert hozzá! Nagyon összeállt a védekezése mai meccsre, talán annyi, mint még eddig sosem, legalábbis amit én láttam. Magabiztos volt a védelem, tehát mindenki. Én úgy gondolom, például két szélsővédőnk kiváló teljesítményt nyújtott, tehát szerintem a mezőny legjobbjai voltak, de természetesen nem csak ők, hanem más csapatrészekben is voltak kimagasló teljesítményt nyújtó játékosok. Jó nézett ki a védekezésünk, szervezettek voltunk, fel tudtunk készülni az ellenfélre, és amit gyakoroltunk, amit megbeszéltünk, azt megcsinálták a srácok, és meg is lett az eredménye. Egy szikrázóan kemény meccs volt most, ha jól emlékszem, 7 sárga is volt a mérkőzésen. Erre is tudott készülni az együttes? Hát most a sárga lapok, itt most nem térek ki a játékvezetésre, mert inkább nem mondok semmit, de van ilyen, tehát férfias játék. A srácok ma nem srácok voltak, hanem férfiak, úgyhogy sajnálom, hogy ennyi sárgát kaptunk, de hát ez van. Még egy kicsit a védelemre, ugye Szabó 2 gólt is lőtt, azért ez nem mindennapi, főleg azok után, és visszatérek magamra, hogy Kaposvár elleni meccs után kérdeztem tőled, hogy ugye új posztom játszik kanizsai szemszögből, és innen szélső védőként is 2 nagyon fontos gólt szerzett ma. Igen, amit mondtam, hogy Patrik nagyon jó teljesítményt nyújtott, és szeret is itt játszani, de hát továbbra is ő belső középpályás, támadó középpályás. A Ricsi még mindig nem 100%-os, illetve most megint kicsit pihentetni kellett, de hát ő az első számú jobboldali védőnk, de hát most így alakult, és a Patrik szerintem remekül megoldotta ezt a feladatot.